Kedves nézőink, tartsanak velünk továbbra is! Műsorunk második részében ide a stúdióba invitáljuk Önöket, hiszen újraindul a Miskolc Televízió karácsonyi műsora. Az Én Karácsonyom című magazinban ismert miskolciak ülnek kameráink elé, és mesélnek nekünk karácsonyi élményeikről, emlékeikről és hagyományaikról. Nézzék meg, hogy alakult át a stúdió, és kik érkeztek vendégségbe. November végén ünnepi díszbe öltözött a Miskolc TV nagy stúdiója. Karácsonyfák, havas ágak, csillogó gömbök, gyertyák, manók és szikrázó égősor. A meghitt hangulathoz minden adott volt, és természetesen a kamerák is forogtak. Mutatjuk, hogy alakult át néhány óra alatt a stúdió. A stúdiónak ezt a részét jobban ismerhetik. Itt készülnek a Kilátó című közéleti magazin felvételei. Az ünnepi időszakban azonban a helyiség másik része is fontos szerepet kapott. A díszítő elemeket a Szilki virágajándék és dekorációs nagykereskedés szállította a televízióba. Felkért minket a Mikom, hogy egy ünnepi műsorhoz hozzunk elékeket a háttérbe. Előzetesen kijöttünk, megnéztük a stúdiót, ugye ez nem egy szokványos helyszín, vagy egy épület, vagy egy cégnek az imidzsét kellett visszaadni, és az adott körülményeknek megfelelően választottuk ki a díszeket, hiszen adott volt egy semleges kék háttér, amihez igazodnunk kellett, illetve egy nagyon szép zsályaszínű kanapé, amin a nyilatkozók fognak részt venni, és ehhez kellett megválasztani a megfelelő hátteret. Mi úgy gondoltuk, hogy egy ilyen jeges, havas, de mégis egy nagyon pici meleget, egy kis aranyat viszünk ebbe a háttérbe. Így hoztunk egy nagyon szép idei slim havas fenyőfát, illetve egy hagyományos 180 centis szintén havas fenyőfát, amelyet sötétebb kékekkel, világosabb kékekkel, vízkékkel, jégkékkel díszítettünk, és hogy legyen egy kicsit barátságosabb a hangulat, így kapott egy kis arany színezetet is, tehát pici arany gömbök, arany kiegészítők kerültek bele. Néhány nappal később pedig érkeztek az interjú alanyok. Az Én Karácsonyom című ünnepi műsor sok év kihagyás után idén újra elindul. Szerkesztőségünkbe 3 nap alatt összesen 14 ismert miskolci érkezett. Meséltek nekünk karácsonyi szokásaikról, emlékeikről, hagyományaikról. Megosztották velünk ünnepi gondolataikat, és azt is, hogy mitől lesz igazán szép az idei karácsony. Az idei év egy nagyon fontos fordulópontot jelent az életemben. Szerkesztőségünk oszlopos tagja sem maradhatott ki a megkérdezettek sorából. Korodi Tímeával, televíziónk egyik felelős szerkesztőjével már majdnem egy éve nem találkozhattak nézőink. Márciusban adott életet kisfiának, így az idei ünnep, ahogy ő fogalmazott, az eddigi legszebb lesz. Azt veszem észre, hogy sokkal érzékenyebb vagyok, sokkal inkább készülök lélekben erre az ünnepre. Már november eleje óta karácsonyi és Mikulás napi dalokat énekelgetek a kisfiamnak. A műsor felvétele után azért azt is elárulta, hogy a karácsonyi időszakot a tévénél is nagyon szerette. Csak nem 10 éve dolgozom a Miskolc Televíziónál, mint szerkesztő riporter, és számtalan ilyen ünnepi magazin elkészítésében részt vehettem. Nagyon szerettem többek között az ilyen Én Karácsonyom forgatásokat is. Ilyenkor ugye a hétköznapokból, mintha picit kiszakadnánk, jobban át tudjuk érezni az ünnep varázsát, és különleges dolognak tartom, hogy idén a vendégeként vehetek részt ennek a műsornak, és én beszélhetek arról, hogy milyen is lesz az idei karácsony. Ki hogyan díszíti a fát? Nálunk a szokás az a nagyon, nagyon dús, nagyon színes, nagyon minden rajta van. Szaloncukor. Én szaloncukorral együtt, igen. A lilieknél inkább letisztult. Ugye az ilyen igen, egyszerű. Igen, ez a 2-3 szín, ilyen letisztult, szép fazon, de hát próbáltunk kompromisszumot kötni, úgyhogy lett 3 szín, meg szaloncukor. Hát, hogy is. A stúdióba kollégánkon kívül színészek, sportolók, speciális mentők, zenészek, egészségügyi dolgozók érkeztek. Itt volt például a Sky Fanatic frontembere Nahaj Péter is. Nagyon örülök, hogy elindul újra ez a műsor, hiszen érdekes betekinteni mások karácsonyi
készülődésébe, életében, és kifejezetten örülök, hogy én is megoszthatom már a családomról is a készülődést, illetve azt is ugye, hogy ilyen szépen be van rendezve a stúdió, már nálam is itt elindult ez az igazi karácsonyi érzés, érzem az almásfahai illatot, úgyhogy már most kezdem itt a karácsonyra való készülődést. Ahány ember és ahány család, annyi karácsony. A műsor összeállításakor igyekeztünk arra is odafigyelni, hogy minél több szemszögből be tudjuk mutatni a szeretet ünnepét. Tulajdonképpen ez része lett az életemnek, hogy a karácsony az a nézőké. És az első ilyen színházi karácsonyomra nagyon emlékszem, Bohém életet játszottunk, és a harmadik felvonás elején, amikor felment a függöny, és egy ilyen vetített hóesés volt a színpadon, és a nézőtérről valami olyan, mert ugye egy karácsonyi történet, ugye a Bohém élet, és a nézőtérről föláradt valami olyan hála és szeretet, hogy mi ezt most nekik eljátsszuk, elénekeljük, és valami olyan elképesztő energiák, pozitív energiák működtek ott a nézőtér és a színpad között, hogy az megrendítő volt. Ezért a Miskolci Nemzeti Színház színészeitől megtudhatják, milyen, amikor az ünneplésre tényleg kizárólag 2-3 nap áll rendelkezésre. De olyanok is meséltek nekünk, akik sokszor még szenteste is a hivatásuknak élnek. Sokadik karácsonyt töltjük el úgy, hogy ugyan a család az készül, a párom az öltözteti a házat, illetve a karácsonyfát, a gyerekek is segítenek, én is kiveszem a részem a karácsonyból, de valahol ott van az, hogy mindig megcsörren a telefon, és valahova menni kell. Például erre a tavalyi év, amikor december 24-én 14 óra után egy kicsivel jött egy hívás a Nyéklátháza és Ónod közötti úton, pont a családhoz igyekvő fiatalember talált egy elgázolt egerészőjévet az út közepén. Hát ugye ilyenkor nem mondhatom azt, hogy bocsi, karácsony van, és nem megyek érte, hanem ilyenkor autóba ülünk és elmegyünk érte. Ugyanígy a Spider mentőcsoport tagjai is azonnal segítenek, ha szükség van rájuk. Nem számít, hogy milyen nap vagy milyen ünnep van éppen. Nekünk szerintem minden éven ugyanúgy telik a ráhangolódás a karácsonyra, abban a tekintetben, hogy mi soha nem tudjuk, hogy mikor kapunk riasztást, és mindig minden úgy van megszervezve, hogy bele van kalkulálva, hogy akár a családot hátrahagyva is menni kell. És volt ilyen karácsonyunk, hogy szenteste napján is a vizen voltunk, vagy kerestünk, úgyhogy ezért ez mindig ott van a levegőbe, hogy bármilyen programtervezés van, abban mindig bele kell kalkulálni ezt a tevékenységet, hiszen az egész életünk erről szól. A karácsonyi időszak ennek ellenére mindenkinek fontos valamiért. A hagyományok, a titkos receptek, az ízek, a színek és az illatok különleges hangulatot teremtenek minden otthonban. A mézes zserbó az mindig elkészül, de amíg a lányok kicsik voltak, addig építettünk mézes kalácsházikót, és akkor azt mindenféle dologgal, gumicukorkával és mindennel feldíszítettük, de a mézes zserbó az mindig az anyai, azt még előbb a nagyanyai örökséget hozva magunkkal, az mindig úgy szerint készült. A kedvenc sütemény, a film, az étel vagy az ital mindenhol más. A mézes kalács recept sincs kőbevésve, egy dologban azonban mindenki egyetért. A legfontosabb a család és az együtt töltött idő. Nekünk így a karácsonyi időszak november végén már elkezdődik. A születésnapommal elindul így az ünnepi időszak. Nekem ez az egyik kedvenc időszakom. Én imádom a karácsonyt, és az egész családom nagyon oda van így a karácsonyi ünnepért. Tényleg annyira jó érzés, hogy mindig együtt van a család. Nem csak a szűk család, hanem így a távoli rokonság is ilyenkor így össze tud ülni. És tényleg szerintem ez az egyik legszebb ünnep az évben, úgyhogy nekem az egyik legszebb időszakba tartozik. Végezetül frappánsabb műsorajánlót alig ha tudtunk volna készíteni attól, mint amit a Jegesmedvék jégkorongozója Szirányi Bence fogalmazott meg az interjú végén. Ha tehetitek, nézzétek meg az Én Karácsonyom című műsort, mert sok-sok közszereplő és köztük sportoló, mint én is elmeséljük, hogy milyen a mi karácsonyunk. Sziasztok! Boldog karácsonyt! Az Én Karácsonyom ünnepi műsor december 23-án, 24-én, 25-én és 26-án kerül adásba.